Itt van már az elkészült lufi adag. Így is elég szép adag, de hát ez még egy töredéke annak, ami majd lesz. Mert ugye még itt van egy csomó, amiket szintén felfújunk. Összesen 120 darab lufi lesz. Atya úristen! Sziasztok! Indulunk anyukámékhoz születésnapot ünnepelni, úgyhogy óriási szülinapi partit rendezünk anyukámnak, az ő tiszteletére. Ebben a mostani videóban az előkészületeket láthatjátok majd, mert óriási előkészületekben vagyunk. Láthatjátok majd a sütemények és a torta elkészülését, vagy igen, hogy hogyan készül. Aztán a dekorációt, az nagyon jó lesz, egy ilyen lufi kaput fogunk Mollival felfújni, nagyon érdekes lesz. Aztán héliumos lufik, meg rendeltünk magunknak héliumot, amivel akárhány lufit fel tudunk fújni, és szerintem nagyon jó lesz, meg nagyon szép lesz, egy étteremben lesz majd a buli. Úgyhogy akkor gyertek, vagy tartsatok velünk ebben a videóban. Egy csomó dolog, ahogy az szokott lenni, elromlott. Az egyik piskóta túlsült, a másik kevésbé sült meg. Szóval valahogy, amikor az ember nagyon készül, és nagyon izgul, és nagyon szeretné, hogy jó legyen, akkor romlik el a legtöbb dolog, de hát ez szerintem normális. Jó, szóval ebben a videóban az előkészületeket láthatjátok, és a következőben pedig magát a partit. Na nézzük, itt vannak ezek a szuper kis sütik, ilyet már. Hoppá, odafagyott, jaj, de jó. Ezek a citromosak. Ez a kedvencünk. Jézusom, odafagyott tálcára. Mi fog még történni, komolyan? Mi fog még történni? Annyi minden bal szerencse történt itt a süteménykészítés során, hogy elképesztő. Na nézzük, öntsük ezt a tükörmázat, amit jó sűrű. Nagyon szeretem egyébként, meg marha jól mutat a sütén, nézzétek. Remélem, hogy jól befedi. Itt az oldalát is. Szóval olyan macerás egy ilyen sütit elkészíteni, hogy az ember el se hiszi, mikor így látja. Mikor bemész a cukrászdába és eszel egy ilyen francia desszertet, el se képzeled, vagy el se hiszed, hogy mi macera van ezzel. Remélem még van annyi, hogy ezt is befogja, mert már semmi nem csodálkozom. Tényleg, tehát minden leesett, összetört, összekeveredett, vagy nem sült meg, vagy túlsült, vagy túlhűlt. Én nem tudom, annyi minden, amikor az ember nagyon igyekszik, akkor követi el a legtöbb hibát. Szóval fogjuk ezeket a kis hurkákat, és rátesszük ezekre a kis piskóta lapocskákra, vagy ilyen keksz lapocskákra. De mivel ez zselatinos, meg glükózszirupos ez a máz, ezért így nyúlik, tehát így óvatosan kell ráfektetni. Amúgy nagyon szép, ugye, hogy szép? Mondjátok már, hogy szép, hogy ügyes vagyok, olyan jól esik az embernek a dicsére. Ide jön egy habcsók, meg a végére. Olyan helyes, nem? Na, ezt a habcsókot se nehéz elkészíteni. Ide beteszem azt a videót ide le, ahol megmutatom, hogy hogy kell. Hát nem gyönyörűek? Hát annyira imádom ezt a látványt, főleg ha én készítem. Hát milyen szép már. És itt a csatatér, kérem szépen! Ez a máz most a medgy, ilyen óriási medgyek máza lesz. Mollika, mondj már valamit. Bordó a medgy, vagy inkább ilyen lilás? Hát ilyen bordó. Bordós, hát igen, ez nem az. Ja, itt van közben, jobban mutatom. Jó, tegyünk bele még egy kicsit. Na jó, mindjárt mutatom, hogy hogy öntöm rá az óriási medgyekre. Itt vannak a medgyek. Nézzétek, milyen gyönyörűek! Ezt most csinálom először természetesen. Nekem van ez a jó szokásom. Kiöntöttem ez ilyen csokoládé, fehér csokoládéhab és egyéb dolgok. Ha valakit érdekel, akkor szívesen megmutatom, vagy elmondom, hogy hogyan kell. Nézzétek! Úristen! Na, itt vannak a gyönyörűséges medgy desszertek is, és itt a kupi utánuk. Nézzétek, milyen szép a zahártorta. Úristen, annyira szép lett a piskóta. Nézzétek, milyen jó. Ezt a desszertet ebben a formában készítettem, ilyen formában. Kicsit sötét van, mert most már este van. De ebből ugye ki kell nyomni, és van hozzá egy megfelelő eszköz. Ez a sárga, amit ha alá teszünk, akkor ki tudjuk nyomni. Ez a desszert teljesen glutén és laktózmentes, mert lesznek olyan vendégek is, akiknek ez kell. Nézzétek, jön ki a desszert.
És itt van. Júj, de szép! Na nézzük, az első ünnepi lufi felfújása következik. Ez a nagy, ez a legnagyobb lufi. Fú, anyu most elszaladt valahová, és meglepiből. Addig felfújjuk. Csak óvatosan szívem, hogy nehogy kidurranjon, de nyilván látjuk, hogy mennyit szabad. Jön? Elvileg jön? Elvileg jön. De jó! Ha-ha. Itt az első lufi! Szuper! Na, az első lufi. Miután felfújtunk egy csomó lufit, szünetet tartottunk, illetve ebéd szünetet, amikor is kifújtuk magunkat egy kicsit, és hát közben persze elfogyasztottuk anyukám fantasztikus húslevesét és a mustáros pulykát. Ennél a levesnél nincs jobb, ezt komolyan mondom. Tejszínes csirke vagy pulyka? Tejszínes mustáros. Tejfölös mustáros. Ja. Ez a krumpli, de gyönyörű. Igen. Azt a de szép. Hú, hogy meg van pirulva. Csináljuk az ültetési rendet. Komoly dolog ez, kérem szépen. Ugye itt a hosszú asztal. 23-an leszünk. Gondosan meg kell ezt tervezni, hogy tényleg olyanok üljenek egymás mellett, akik tudnak beszélgetni, bár itt igazából mindenki tud. Megpróbálok egy kicsit előre dolgozni, mert nagyon sok lufit kell felfújni. Ezt mind. Jól állunk lufiból. Parti dekoráció indul. Molly fújja a lufit, én is egyfolytában. Egy kicsit az nagyobbra legyen szívem. Az nagyon pici. Nem lehet nagyobbra? Nem nagyobb. Szerintem azért az mehet még egy picikét, hogy szép látványos legyen. Menjen még, mert itt van már az elkészült lufi adag. Így is elég szép adag, de hát ez még a töredéke annak, ami majd lesz, mert ugye még itt van. Itt van egy csomó, amiket szintén felfújunk. Összesen 120 darab lufi lesz, és ebből készül a lufi kapu. Most át kell, hogy verekedjem magam rajta. Ezen a lufi rengetegen. Tök jó! Micsoda látvány! Ez állati, ez a lufi tenger. Hello! Molly az abszolút profi. Elkezdi a lufi fűzért. Van hozzá egy ilyen hosszú... Mi ez? Mint a ragasztó csík, de nem az, hanem egy ilyen műanyag csík, amin lyukak vannak, és oda kell belefűzni a lufikat, és akkor a végén egy ilyen szép fűzért fog kiadni. Hát állítólag, bár Halloween partira is csinált már Molly ilyet, és az nagyon jól sikerült. Hát bízunk benne, hogy most is jól fog sikerülni. Szorosan kell egymás mellé tenni, ugye? Nem. Minden lyukba kell fűzni. De biztos, hogy akkor olyan szoros lesz, vagy olyan szép lesz, mint általában szokott lenni az ilyen üzlet megnyitókon. Silabizáljuk ezt a lufi kötő eszközt, ami itt van a kezemben, hogy hogy működik, mert már lenyúztam a bőrt az ujjamról ennyi lufi után. Fú, közben készül a fűzér. Olyan ügyes vagy, Molly, oda nézzetek. Anyu is profin fújja a lufit, azaz, van ilyen eszközünk, úgy, ezt ne túl nagyra, nehogy kidurranjon, ez csak pici lufi. Elkészültek az ültetőkártyák, annyira elegáns, nem? Egy ültetőkártya van, tök jó. Haladunk. Komolyan mondom, olyan érzésem van, mintha sose fogynának el ezek a lufik, mert már körülbelül 2 órája, de talán több is, dolgozunk rajtuk, és nagyon szépen haladunk egyébként. Itt van a művész, aki felfűzi, és ide nézzetek, a lufi kapu gyönyörűen alakul. De hát irtosok meló van vele, tényleg. Az ujjaim már teljesen el vannak gémberedve, konkrétan kiment belőlük a vér. Atya úristen, ilyen nagy. Utolsó előtti lufi. És az utolsó lufi, amit Molly fúj. Azaz. Hát büszke vagyok magunkra. Rettentő sok munka volt. Nagyon sok, de már gyakorlatilag kimegy az ajtón a lufi fűzér. Thank you.
jöhet ki az ablakon a Luffy fűzér, mert máshogy nem fér ki. Mollika áll a vártán, azaz, amit tegnap este több órás munkával felfújtunk, ez most itt van. Hú, de jó! Ez nagyon jó! Hát elég nehéz így kitalálni, hogy hogyan transportáljuk a Luffyt A-ból B-be. Egy-kettő néz, le is eresztett. Na, megye meg ezeket a Luffykat. Na mindegy. Azért maradt egy pár. Szóval, itt az első ajtóhoz oda kötöztem, illetve ide belülre, és valahogy még ezt is itt oda kéne kötni. Hát nem egyszerű, na, túl nagy, túl nagy. Na, alakul a buli. Itt van a kocsi tetején a Luffy fűszér. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy tudjuk elvinni a helyszínre. Hát eléggé elszakadt. Elszakadt fölül a Luffy csokor, és itt úszott mögöttünk végig, de ideértünk. Hát itt vagyunk a helyszínen, ez gyönyörű szép az egész. Itt van a megterített asztal, azt, mint egy lakodalom. És ott Mollika már szereli fel a Luffy kaput a desszertes asztal fölé. Hú, de klassz lesz, jó! Még jön ide majd egy csomó Luffy, de most ezzel végezzünk. Hú, de jó! Oh, ne, hogy kidúranjon, vigyázzatok! Ez az, elfogyott a Luffy súlyunk, de van helyette vízzel töltött Luffy. És ez meg is tartja. Nézzük a dekorációt, ezt fogom szétszórni az asztalon. Egész pontosan úgy képzeltem el, hogy valahogy így. Na, csak ezeket így szét kell választanom. Hát valahogy így. Kitettem a névtáblákat. Mindenkit próbáltunk úgy elhelyezni, hogy olyan mellett üljön, aki mellett jól érzi magát, és tud vele beszélgetni. Nagyon szép lett az asztal, ezzel a szórással. Itt egy lakodalmi asztal, szó szerint úgy néz ki. Pont annyi lett, amennyi kellett. Ez ki volt itt számolva a konfetti. És közben a rózsaszín lufik is elkészültek, néhány. Oké, itt vannak a torta dekorációk, amiket hoztam magammal, és most ezeket rágyógyítjuk szépen a tortára valahogy. Valahogy elrendezgetjük. Jó. Vannak kis virágok, nagy virágok, ilyen kis, nézd, ilyen kis kekszek, csokoládé, ilyen. Ilyen kis figura. Na, teszünk ide egy kis csészét is, ez érdekes lesz, nézzétek. Moli, ez jól mutat itt, nézd? De cuki, ez egy ilyen kis nagyon csokoládé csésze itt. Jaj! De szép ez a torta, nézzétek. Nagyon, nagyon jó. És akkor ide teszünk még virágokat oda, úgy. Lilát is tegyek, ugye? Uh-huh. De jó. Ez a Happy Birthday felirat, ez egy kész. Ilyen papírból van. Ezeket a virágokat én készítettem, meg a habcsókokat. Hú, nagyon szép lett. Hú, de büszke vagyok magamra. Vagy ezek voltak tehát az előkészületek a bulira, és a következő videóban holnap vagy holnap után láthatjátok majd magát a partit. Tartsatok akkor is velünk!